Sziasztok! A múlt heti testbeszédekkel foglalkozó videónk elején megkértünk titeket, hogy írjátok meg kommentben, milyen videót szeretnétek látni a csatornán. Erre azért került sor, mert közeledünk a 40 ezer feliratkozó felé, ezt a számot pedig szerettük volna valamilyen módon megünnepelni veletek. Habár a feltöltés időpontjában még nincs meg a 40 ezer feliratkozó, mégis úgy döntöttünk, hogy elkészítjük nektek ezt a videót. Messze Lord Fried ötlete kapta a legtöbb lájkot, így a mai videóban az ő kívánsága teljesül. Köszönjük a többiek kommentjeit is, elképzelhető, hogy a jövőben többet is megvalósítunk közülük. Ha azokról sem szeretnél lemaradni, akkor iratkozz fel a csatornára, és ha az első között szeretnél értesülni az új videókról, akkor nyomd meg a feliratkozás gomb melletti harangikont is. Ebben a videóban tehát 10 olyan módszert mutatunk be nektek, amelyek segítségével a tanulók kihagyhatnak egy napot az iskolából. Nyomjatok egy lájkot, ha lógtatok már iskolából, és írjátok meg kommentben, hogy milyen kifogást találtatok ki. Mielőtt azonban belevágnánk, szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem támogatjuk a lógást, hisz hosszú távon csak magának árt vele az ember. Na de akkor kezdjük! Ne egyél sokat vacsoránál! Ha hiányozni szeretnél egy napot az iskolából, akkor ezt jó előre eltervezni, hisz így hihetőbb lehet a dolog. A beteg emberekre jellemző, hogy nincs jó étvágyuk, alig esznek néhány falatot. Ha tehát valamilyen oknál fogva nem szeretnél iskolába menni a következő napon, akkor az előző napi vacsoránál ne egyél sokat. Ezt a szüleitek biztos észre fogják venni, de ekkor csak annyit mondj, hogy nem érzed túl jól magad, nincs étvágyad, de arra ne utalj, hogy nem szeretnél iskolába menni. Másnap, mikor felébredsz, maradj az ágyban, és várd meg, még valaki bemegy hozzád. Ilyenkor mondd azt, hogy nem érzed jól magad, lehet jobb lenne, ha a mait kihagynád. Hivatkozz az osztálytársaidra. A téli időszakban sok tanuló szenved megfázásban, vagy bármilyen apró betegségben. Mivel az iskolában rengeteg ember van, ezért ezek a betegségek is könnyen terjednek. Ha például a napokban egy nagyon fontos ellenőrződ van, akkor megpróbálhatsz arra hivatkozni otthon, hogy nagyon szeretnél jó jegyet kapni, de félsz, ha az ellenőrzőt megelőző napokban bemész az iskolába, meg fogsz betegedni, mert az egész osztály beteg, sőt, még a pattársad is egész nap köhög. Fogorvoshoz kell menned. Legyünk őszinték, időnként nem árt meglátogatnunk a fogorvost, még ha ez nem is tartozik kedvenc elfoglaltságaink közé. Nyilván hétvégén is mehetnél fogorvoshoz, vagy akár olyankor, amikor nincs órád, de ebben az esetben ez nem felelne meg a videó tartalmának. Egyeztess a fogorvossal egy olyan időpontot, amikor iskolában lenne a helyed. Ha otthon vagy az iskolában megkérdezik, hogy miért nem voltál, hivatkozz a fogorvosra. Mondd, hogy nagyon zsúfolt volt az időbeosztása, és csak ekkorra kaptál időpontot. Reggel mutass olyan jeleket, amik arra utalnak, hogy nem vagy jól. A reggelinél köhögj párat, tüsszögj, és ahogy az első példánál is említettük, ne egyél sokat. Ilyenkor valószínűleg meg fogják kérdezni tőled, hogy mi a gond, sőt, ha egy kis szerencséd van, azt is felajánlják, hogy nyugodtan otthon maradhatsz egy napot. Ilyenkor, hogy a történet még hitelesebb legyen, ragaszkodj hozzá, hogy te mindenképp szeretnél iskolába menni, de eközben ne esd ki a szerepedből, csempész köhögéseket a mondataid közé. Ha még egyszer felajánlják, hogy maradj otthon, akkor szomorúan törődj bele. A lázas vagyok trükk. Ha az előző esetleg nem válna be, akkor ez talán működhet. Hivatkozz arra, hogy lázas vagy. Ezt többféleképpen is el tudod érni. Kitartóan dörzsöld a lázmérőt, ennek hatására az azt fogja mutatni, hogy hőemelkedésed van. Hogy biztosra menj a dolgodban, nem árt még egy apróságra odafigyelni, hogy semmiképp se leplezzenek le. Köztudott tény, hogy amikor meg szeretnénk nézni, hogy valaki lázas-e, akkor a homlokára tesszük a kezünket. Na most, ha a szüleid ezt megteszik, és nem érzik, hogy meleg a homlokod, akkor rájöhetnek a trükkre. Ezért mielőtt szólsz nekik, áztass el meleg vízzel egy törölközőt, majd ezt tedd a homlokodra néhány percig. Ezután vedd le, töröld meg az arcod, és már meg is vagy. Ha mindent jól csináltál, akkor ezután már csak annyi a dolgod, hogy vágj fáradt arcot, és szólj a többieknek, hogy nem vagy túl jól. Ebben az esetben valószínűleg javasolni fogják, hogy maradj otthon és gyógyulj meg, mielőtt esetleg rosszabbra fordulna a dolog. Rendezvény van az iskolában. Ez nem túl hihető, de ha már nincs más ötlet a tarsolyodban, akár ezzel is próbálkozhatsz. Mondd azt, hogy az iskolád valamilyen rendezvényt tart, ezért azon a napon elmarad a tanítás. Lehet ez valamilyen tanulmányi verseny, esetleg énekverseny, vagy bármilyen konferencia.
Mint sok másik esetnél is, itt is fontos az időzítés. Semmiképp ne azon a napon említsd ezt, amikor hiányozni szeretnél, hanem már előre utalj rá. Hogy az egész hihetőbb legyen, ne felejtsd el megemlíteni azt is, hogy egy pár hónap múlva egy szombati napon le fogjátok dolgozni. Valószínűleg, amikor elérkezik az általad említett szombati nap, már senki sem fog emlékezni az egészre, valószínűleg még te sem. Ha nem elégszel meg annyival, hogy nem kell iskolába menned, de még a barátaiddal is szeretnél találkozni, akkor annyiban változtass a történeten, hogy egy olyan eseményről számolj be, amin önkéntesként részt veszel a barátaiddal. Mondjuk az elég kellemetlen lenne, ha ezek hallatán még meg is dicsérnének. De hát na, valószínűleg jó okotok van rá, hogy miért nem szeretnétek azon a napon iskolába menni. Iskolai feladat. Ez egy olyan módszer, amellyel mindannyian sokat találkozhattunk már. Az év folyamán vannak olyan feladatok, amelyeket bizonyos határidőre kell elvégeznünk. Ha ki szeretnél hagyni egy napot, akkor közöld otthon, hogy sajnos nem tudtál időben befejezni egy iskolai feladatot, és nagyon fontos lenne, hogy jó jegyet kapj. Ilyenkor, hogy ez hiteles legyen, az előző napon legyél a szobádban, és tényleg a tankönyvei társaságában töltsd az időt, látszon, hogy foglalkozol valamivel. Ha egész nap videókat néznél, vagy a barátaiddal játszanál, akkor nem lenne túl hihető, hogy mindent megtettél annak érdekében, hogy időben végezz. Hivatkozz tehát arra, hogy szükséged lenne még egy napra, hogy megcsináld, és akkor biztos jó eredményt érnél el. Ha ez a feladat egyáltalán nem létezik, akkor mondd azt, hogy egy csoportmunka keretein belül kell megcsinálni, és a munka a barátodnál van. Így amennyiben nem keltettél gyanút a szüleidben, akkor valószínűleg ez működni fog. Mondjuk, ha felhívják a barátod szüleit, akkor könnyen fényderülhet az igazságra. Elveszett könyvek. Reggel, mikor iskolába kellene menned, lázasan kutakodj a szobádban. Ha bejönnek a szüleid, mondd azt nekik, hogy sehol sem találod a könyveidet vagy a füzeteidet. Ezelőtt gondosan rejtsd el őket, hogy amennyiben segítenének a keresésben, semmiképp se találják meg azokat. Ezzel a módszerrel időt tudsz nyerni magadnak, mely elég lehet arra, hogy lekésd az iskolabuszt, vagy a szüleid már elinduljanak a munkába. Ebben az esetben már nyugodtan otthon maradhatsz, és ha szerencséd van, nem fog kiderülni, hogy nem voltál iskolában. Ha a szüleid esetleg azelőtt térnek haza, mielőtt neked kellene, akkor ezelőtt menj el valahova, és mikor érkezned kellene, nyugodtan menj haza. Ha kérdeznek, mondd azt, hogy végül megtaláltad a könyveidet, és mindössze egy kicsit késtél az iskolából. A csoporttársad lusta volt. Eljött a nap, amikor valami miatt nem szeretnél iskolába menni. Nem terveztél előre, ezért azonnal kell egy jó okot adnod, hogy miért nem mehetsz ma iskolába. Egyszerű lehet, ha simán az egyik osztálytársadra fogod az egészet. Mondd azt, hogy előadást kell tartanotok egy tantárgyból, és a társad lusta volt, nem készült fel megfelelően. Ne felejtsd el hangsúlyozni, hogy számodra rendkívül fontos lenne, hogy jól sikerüljön a prezentáció, de te hiába dolgoztál keményen, a másik személy lustasága miatt biztos, hogy rossz jegyet fogsz kapni. Érdemes olyan szemét mondanod csoporttársnak, akinek a száma a szüleidnek nincs meg, így nem tudják felhívni az illetőt és ellenőrizni a mondandód valóságtartalmát. Semmiképp se okolt több alkalommal ugyanazt a szemét, hisz akkor a szüleid biztos utána járnának a dolognak, így hamar kiderülhet, hogy az egész csak kitaláció. A kutya széttépte a házi feladatot. Ez a trükk csak akkor működhet, ha van kutyátok. Ha valamiért nem szeretnél iskolába menni, akkor mondd azt, hogy a kutyád szétharabdálta a beadandódat, amelyet már napok óta készítettél, és aznap kellene leadnod. Mondd a szüleidnek, hogy egy nap elég lenne rá, hogy újra elkészítsd, de amíg nincs kész, addig semmiképp nem mehetsz az iskolába, mert a tanár nem fog hinni neked. Annak érdekében, hogy hitelesebb legyen a történet, adj a kutyának néhány teleírt lapot, majd miután széttépte, mutasd fel a szüleidnek, ha kíváncsiak lennének rá. Ezzel a lista végére értünk. Ti melyiket találtátok a legérdekesebbnek? Írjátok meg kommentben, és egy lájkkal jelezzétek, ha tetszett a videó. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy nem támogatjuk az iskolából való hiányzást, mindig jobb, ha őszinték vagyunk. Na meg most már úgyis pár nap múlva kezdetét veszi a várva várt téli szünet, ezt a kis időt még bírjátok ki valahogy, utána egy ideig nem kell, a lógáson törnötök a fejeteket. Na ennyi volt mára, találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!